Laboratóriumi vizsgálatok. A beton megfelelőségének igazolása és értékelése érdekében a megszilárdult betont különböző mechanikai és vagy kémiai vizsgálatoknak kell alávetni. A leggyakoribb a nyomószilárdság vizsgálata. Ezt a beton minősítésére, jelölésére használjuk, mint legfőbb minősítési számot. A beton szilárdságát további fontos vizsgálatokkal is lehet jellemezni, minősíteni, úgy mint hasítóhúzó és hajlítóhúzó vizsgálat. A használatban lévő beton kophat, veszíthet felületéből, mivel gyalog vagy akár járművel is közlekedhetünk felületén, ezért ellenállónak kell lennie. Akár keményebb, ellenállóbb betont használunk, akár kopóréteggel ellátott terméket, kopás állósági vizsgálattal ellenőrizni tudjuk a minőséget. Vízzáró betonból kell minden olyan szerkezetet készíteni, ami víznyomásnak, nagy páratartalomnak van kitéve. A gyártott termékek vízzáróságának vizsgálatát egy erre a célra kialakított úgynevezett vízzáró padon kell végezni, mechanikusan szimulálva a víznyomást. A téli időszakban a fagynak kitett felületek tönkre mehetnek, ezért a fagyhatásnak kitett betonokon a fagyállóságot is ellenőrizni kell. A próbatesteken a fagyasztási-olvasztási ciklusokat szimuláljuk. Egy modernebb analízis segítségével mikroszkópikus méretekben is lehet elemezni a beton szerkezetét és ellenállóságát, valósághű képet kapva.